Itt a Fehér Palotában vártak ma mindenkit az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét fehérvári programjai. A méhnyakrákot a humán papilloma vírus okozza, amely szexuális úton terjed. A megbetegedés azonban megelőzhető, illetve megállítható, elsősorban rendszeres szűréssel és védőoltással. Ez egy olyan rákféleség, amiben nem szabadna meghalni. És a második legfontosabb információ ezzel kapcsolatban egy örömhír, hogy Székesfehérváron 2016-ban egyetlen egy nő halt bele a méhnyakrákba. Az előtte évben 4-en vagy 5-en, nem biztos, hogy mindig ilyen kevés lesz, de úgy tűnik ez egy tendencia. Tehát Fehérvár az országos átlagnál jobban áll. És ez annak köszönhető részben, hogy a Humán Szolgáltató Intézet és a város önkormányzata évente kétszer megkérheti a szűrőnapot, mert a megelőzésnek ez az egyik útja, hogy el kell menni a méhnyak szűrésre. 2 évente, legkésőbb 3 évente el kell menni. 10 perc, de életet ment. A másik megelőzési módszer pedig a védőoltás, mert ez egy olyan rák, amit vírus okoz. Nincs több ilyen rák, és ez egy fantasztikus egyedi lehetőség, hogy egy védőoltással meg lehet úszni egy rákot. És Székesfehérváron a lányok már 2008 óta megkapják, a 12 éves lányok a védőoltást, a fiúk pedig 2 éve kapják meg. Reális esély van arra, hogy ez országosra ki fog terjedni a fiúk vakcinálása is, hogy mi is kitűzhessük azt a célt, mint néhány boldogabb ország, hogy megszüntetjük, kiírtjuk ezt a daganatfajtát az országból. Beszélhetünk-e itt legveszélyeztetettebb korosztályról, vagy itt nem érdemes erről beszélni, mindenkinek érdemes minél előbb elmenni szűrésekre? A fertőzés, a humán papilloma vírus által történő fertőzés szexuális úton terjed. Tehát a fertőzés mindenki akkor szedi össze, amikor legaktívabb szexuális élete, és ez ellen egy védekezés van, a hűség, a holtomiglan, az a legjobb módszer. Ha a fertőzés kialakult, akkor ennek két útja van. Az egyik egy a normál esetben és az esetek többségében úgy meggyógyul a nő, hogy észre sem veszi. Ez Magyarországon a lakosság kb. 80%-a életében átesik ezen a fertőzésen, és a világon máshogy is, nem csak nálunk. Ritkábban Magyarországon évente kb. 1000-1500 hölgy esetében fordul elő, hogy rák alakul ki a fertőzésből. Ez egy hosszú folyamat, ezért fontos a szűrésre járni, mert ott közben meg lehet állítani a folyamatot. A szűrése az optimális időszak elkezdése, ez a 20-25 éves kor, a szexuális élet aktív idejében, és járni kell életfogytig. Fejér megyében a legfiatalabb beteg, aki ebbe belehalt, tehát nem megbetegedett, hanem belehalt, még nem volt 40 éves. A méhnyakrák nem tiszteli a kort. Az agresszív vírusok azok 2-3 év alatt, tehát azért kell legalább 2 évenként, maximum 3 évente menni a szűrésre. Az agresszív vírusok gyorsan alakítanak ki olyan daganatot, amit gyorsan is halad előre. És ez 22 éves korban ugyanúgy megtörténhet, mint 45 éves korban. Ez attól függ, hogy mit dob a gép, mikor fertőződik meg az ember. Most akik megfertőzöttek számát tekintve, ugye szó volt arról, hogy 80%-a Magyarországon átesik az embereknek ezen a víruson, arról is, hogy Fehérvár egy kicsit jobb helyen áll az országos átlagnál, de mondjuk, hogyha a európai átlagot nézzünk, vagy ne adj Isten világátlagot, akkor Magyarország most hol áll a megbetegedések, illetve a védelem tekintetében? Nagyon rosszul állunk. A magyar statisztikák szerint, a társadalombiztosítási statisztikák szerint csak a hölgyek fele jár rendszeresen méhnyakszűrésre. Ennek megfelelő a halálozásunk is, és az új betegeknek is a száma. Európában ugyanúgy, mint sok más daganatos megbetegedésben, a sereghajtók közé tartozunk. Nem tudom, egyszer nem értem meg a hölgyeket, hogy miért nem mennek el erre a szűrésre. Van lehetőség, és itt Fehérváron is nem megy a hölgyek egy jelentős része a szűrésre. Vidéken szűkebbek a lehetőségek, de ott sem lehetetlen. Egy példát ad mondjak, Norvégia, ami körülbelül fel akkora, mint Magyarország, mármint lakosság számot tekintve, ott egy évben 10-15 maximum a halott, tehát a méhnyakrák áldozatainak száma, és olyan 150-200 között van az új betegeknek a száma. Tehát ők elmennek a szűrésre. Valamelyik képben azt is olvastam a statisztikából, hogy ez a 150 betegnek is az egyharmad ez külföldi. Tehát másonnan odautazott bevándorló. A város évente kétszer ingyenes szűrőnapot szervez a fehérváriaknak, emellett pedig a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek Fehérváron.
2009 óta valamennyi 12 éves lány számára ingyenesen elérhető a méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV elleni védőoltás. 2 éve pedig már a fiúk is kérhetik az oltást. Ennek köszönhetően 10 év alatt jelentősen csökkent a megbetegedések száma Fehérváron. Az önkormányzat 2009 óta folyamatosan dolgozik azon, hogy a rossz statisztikáján javítson. A méhnyakrák elleni védőoltás bevezetése fiúknak, lányoknak, az ehhez kapcsolódó felvilágosító munka, azt, hogy igyekszünk mindenkiben tudatosítani, azt, hogy mennyire fontos, hogy elmenjen nőgyógyászati szűrővizsgálatra, valamint ingyen szűréseket, szombati szűrőnapokat szervezünk. Ennek azért megvan az eredménye, ami abban mutatkozik, hogy több mint 30%-kal kevesebb a frissen felfedezett méhnyakrák Székesfehérváron. Úgyhogy én nagyon bíztatnék mindenkit arra, ez most egy új év, hogy ő is menjen el a szűrésre, ha szükséges, oltassa be magát, oltassa be a női hozzátartozóját, hiszen ez valóban életet menthet. Még arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne csak az internetről és megbízhatatlan név nélküli, vagy nyugodtan hamis forrásokból származó információkra támaszkodjon, hanem keresse minket, keresse az ANTS egészségfejlesztést, és hiteles információk alapján döntsön, hogy ő felveszi ezt az oltást, vagy nem. Kifejezetten akkor még a programról, ugye 2009 óta van itt a városban, mérhető adatok alapján, ugye, el is hangzott, 30%-kal csökkent a megbetegedések száma. Ez a program, ez kiterjeszthető lehet-e országos szintűre, vagy van-e esetleg ilyen cél, hogy innen kiindulva egy országos program is induljon ebből a megelőző programból? Ebben már Székesfehérvár úttörő szerepet játszott, hiszen annak idején az önkormányzat finanszírozta ezeket az oltásokat, és ez rá nem sok évvel, egy 5 évvel, nem kötelező, de államilag dotált oltás lett a lányok részére. Mi most a fiúknak kezdtük, és nagyon bízom abban, hogy ez is egy országosan bevezetett oltássá válik. Nagyon örülök még annak, hogy az idei évtől elkezdve nagy valószínűséggel a legmodernebb oltást fogják kapni a lányok is, ami a legújabb kutatás, amit a fiúk is kapnak Székesfehérváron, tehát ezt már valóban vétek lenne kihagyni. A betegség tehát kis odafigyeléssel megelőzhető, megállítható. A legközelebbi nyílt nőgyógyászati szűrőnap a városban március első hétvégéjén lesz majd.